Nos, a második feladatban egy gyakorlatban is sokszor alkalmazott módszerrel kapcsolatos a kérdés. A vaddisznók számának becslése céljából 80-at piros festékkel megjelölnek, majd néhány hét eltelte után, miután a vaddisznók össze-vissza keverednek, szétszólódnak az erdőben, 50-et újra kivadásznak, megnéznek, és azt tapasztalják, hogy az 50 véletlenszerűen választott vaddisznó között 39 pirossal megjelölt akadt. Ebből a néhány adatból meg lehet becsülni azt, hogy hány vaddisznó él az erdőben, méghozzá a következőképpen. Legyen az erdőben élő vaddisznók száma N, ezek közül 80-at jelöltek meg pirossal, utána véletlenszerűen kifogtak 50-et, és azok között azt tapasztalták, hogy 39 pirosat találtak. Hát most feltételezve egyfajta egyenletességet, egyfajta arányosságot, azt gondolhatjuk, hogy a 39 piros az 50 között, ez egy ugyanolyan arány, mint a 80 piros az N között. Tudjuk, hogy ez nem pontosan egyenlő, de mégis annak vesszük, és akkor ebből az összefüggésből látjuk, hogy az N értéke az egyenlő 80-szor 50 per 39, amit ha valaki kiszámol, akkor úgy emlékszem, valami 102 egész valami jön ki, tehát az ember a hasára ült, és azt mondja, hogy kb. 100 vaddisznó van az erdőben. Ez a válasz az A kérdésre. Most már megvolt. Akkor következzen a D kérdés. Hát a D kérdésben egy táblázatot kell megértenünk és azt megfelelően használnunk. Az összes vaddisznók száma az erdőben, amit nem ismerünk, hát elvileg lehet 80, 85, 90, és így tovább, hát nincs egy igazi felső határ, de ha a vaddisznók számának a függvényében megnézzük, hogy a 39 piros milyen valószínűséggel bír, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy 100 vaddisznó esetén a pirosnak a valószínűsége 0,165, 105 vaddisznó esetében már egy kicsit kisebb, 110 esetében még kisebb, 115-nél még kisebb, még kisebb, még kisebb, még kisebb, aztán itt már olyan kicsi, hogy 3 tizedes jegyre is nulla adódik, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy 130 vaddisznó fölött már hát gyakorlatilag nincs esélye annak, hogy pont 39 piros jöjjön ki, nekünk pedig annyi jött ki. Menjünk a másik irányba, 95 vaddisznó esetén is már csak 0,050 a 39 kifogásának a valószínűsége, és itt már 90 vaddisznó esetén is ez gyakorlatilag számunkra nullává válik, úgyhogy emiatt én azt gondolom, hogy nyugodt lelkiismerettel gondolhatjuk azt, hogy a vaddisznók száma 95 és 135 között van. Hát sejtvén, hogy azért leginkább ilyen 100-105-re tippelünk, hiszen ezek a valószínűségek itt még lényegesen, hogy még a 110-et is meg lehet engedni. Nyilván nem tudhatjuk a teljes igazságot, hiszen a véletlen belekavar itt a mérésünkbe, de mégis azt lehet mondani, hogy a vaddisznók száma 100 vagy annál kicsit több.